Üdvözlök mindenkit, Necrocream vagyok. Na épp mielőtt megcsináltam volna ezt a videót, a barátnőm talált egy mémet. Épp a Doom-mal játszunk, és talált egy mémet, és a méme valami ilyesmi volt, hogy a barátnőm megharagudott, mert hogy nem vittem el vacsizni, és abból a pénzből megvettem a Doom-ot. És akkor volt utána írva, hogy nem baj, mert a Doom örökké való, a barátnőm meg ex. Szóval okosabb férfiaknak azt mondom, hogy fogd be a barátnődet és játszatok együtt Doom-ot. Na de, beszélgessünk arról, hogy letölthető, letöltendő-e, vagy megvásárlandó-e ez a játék, ha értitek mire gondolok. Manapság vagy csak én nem figyelek felre, de manapság úgy veszem észre, hogy réghez képest kevés olyan játék jön ki, ami letölthető formátumban van, ha értitek mire gondolok. A Doom az azon ritkák egyike, ami megjelenik letölthető változatban is, és ez egy jó dolog, mert a Doom jó játék, és ez igaz erre is. A kritikusok többsége nagyon pozitívan fogadta ezt a játékot, és tekintve, hogy mekkora, milyen startja volt a játéknak, nagyon pozitív startja volt, hogy az emberek elégedettek ezzel a Doom-mal. Viszont egy keserédes szájízt hagy maga után számomra. Valami új van benne, és valami régi van benne, és egy kicsit nagyon vegyesek az érzéseim. Na most, az igazság az, hogy nagyban függ, hogy hogyan értékeled azt hiszem ezt a Doom-ot, hogy milyen stílusú játékokkal játszol általában. El lehet mondani, hogy a Doom egy olyan játék, amire mindenki felfigyel, főleg a 2016-os után, de amúgy is tekintve a történelmét ennek a játéknak, az úttörő technológiáit, amit csinált ez a játék a gaming számára, az ember felfigyel, hogyha kijön egy Doom. Gyorsan túlesve a grafikai spekeken, a játék gyönyörű, az, hogy jól néz ki, és ilyetetlenül optimalizált, letudva a grafikai rész. Szóval az emberek azért felfigyelnek a Doom-ra, és ilyen ez a Doom is. Csak, és nagyban úgy fogod értékelni, hogy milyen játékokat játszol, és ahhoz képest mit vársz el a Doom-tól. Tehát ha shootereket játszol, akkor megeshető, hogy egyes változtatási ennek a Doom-nak nagyon jól fognak téged érinteni, mert nem csak abba az unalmas shooter világba dob be, ahol mész és darálsz, és mész és darálsz. Hogyha viszont mondjuk más játékokkal játszol, mint az RPG, akkor lehet, hogy mint RPG, akkor lehet, hogy egy kicsit furcsának fogod találni a Doom-nak ezen változatát, mert hogy arra számítottál, hogy csak menni kell és lőni, mint a hülye. De a Doom Eternal nem egy hülyéknek való játék. És ez itt az érdekessége neki. Nagyban eltér a 2006-ostól a gameplay. Nagyban eltér a 2006-ostól a gameplay, és ez leginkább a harcrendszerre tevődik ki. Először azt veszük figyelembe, majd utána az ugrabugrálást is, és annak célját. Szóval, és a végére ti fogjátok eldönteni, hogy letöltendő vagy megvásárlandó a játék. Ha, értek mire, gondolok. Beszélgessünk a harcrendszerrel. A felszínen azt látod, hogy a Doom egy megyünk és ölünk játék, dara van ezerrel, és a felszínen tényleg ennyi. A sok trailerből, és hogyha próbálod a gameplayt is, és hogyha mutogat az embereknek a gameplayt, a felszínen tényleg arról szól a Doom, hogy mész és ölsz. Viszont mögötte elképesztően precizitású matematika van. Minden mobnak megvan a helye és a szerepe ebben a játékban. És nem tudom, hogy ez idegesít-e, vagy nem. Vagy csak én vagyok hülye, és úgy vettem észre, hogy ez így van, vagy nem. Nem érzem azt a káoszt, amit a 2016-osban éreztem harc közbe, azt a szabadságot nem érzem harc közbe, mint amit a 2016-osban volt. Itt kalkuláltan be vannak rakva az enemy mennyiségek, az enemy fajták, nehézségük és az ellenük használható fegyver. Ez a legdurvább. Elsősorban a bespawnolsz a játékban, azt fogod észrevenni, hogy nincs lőszered. Soha nincs lőszered
ezért a láncfűrész egy kötelező dolog. Kötelezően fűrészelned kell mindenkit ahhoz, nem is nem mindenkit, kötelezően fűrészelned kell ahhoz, hogy folyamatosan legyen lőszereid. Na most ez pozitív is, negatív is. Ugye a 2016-os Doomban annyi lőszer volt, hogy kedvedre azzal a fegyverrel mehettél végig, amelyikkel neked jól esik, és ez bizonyám némileg megakadályozta azt, hogy a többi fegyvert használd és kipróbáld, hogy milyenek. Na most, a Doom Eternalben kicsit fordítottak a dolgon, azt mondták, hogy nézd, mi ennyi fegyvert csináltunk, és mi szeretnénk, hogyha használnád az összeset. Na most, hogy őszintén legyünk, a legerősebbek ebben az új Doomban azok a shotgunok, illetve a shotgunok. Szóval, de már nincs meg az az opció, hogy shotgunnal végigjátszhatod az egész játékot, pedig fun és móka. Minden fegyver valami erősséget tud adni hozzá a játékhoz, ami kurva jó, mert játék közben váltogatnod kell a fegyvereket ahhoz, hogy hatékonyan egyes enemiket le tudjál győzni. Na most, ha az ember elsőre játszik ezzel a játékkal, akkor ezt igen zavarosnak és idegesítőnek fogja találni, mert úgy leszel vele, hogy melyik enemy is volt ez ellen, mi a jó, a shield ellen, hogy volt, mikor használjam a shotgun, mikor nem használjam a shotgun, hogy a f***ban van ez? Sokadik újrajátszásra, amikor minden kisimul, a tudásod meg lesz hozzá, akkor elképesztően jutalom érzeted lesz a harctól, mikor már reflexből váltasz arra a fegyverre, arra az enemire, arra mindenre. Nagyon jól van csinálva. Na de mikor először játszod ezt végig, igen frusztrálónak fogod találni. És miért mondom, hogy matematikailag vannak elhelyezve a pályán a mobok, minden és az enemék és a többi, az egyszerűen azért ez meg, mert kifogysz a lőszerből, a kis enemit le tud fűrészelni, a nagyot meg tud ölni vele. Finisereled a nagyot, feltöltöd az életedet, mész a következő nagyra, kifogysz a lőszerről, megint levágsz egy kicsit, ezért nagyon javaslom azoknak, akik játszanak ezzel a Doom-mal, a kicsiket ne öld le. Semmilyen szinten, nehéz szinten, über szinten, semmilyen szinten a kicsiket hagyd meg fűrészelni. A játék nehéz. Oké, a 2016-oshoz képest nehéz. Még meg is kell, még erőltetned is kell az agyadat néha hozzá, hogy hogyan, miként járd végig a pályát. Most azt kell mondjam, a linearitáshoz képest, ami a 2016-osban ez a kis nyitott terep megengedi azt, hogy némi taktikusságot vigyél bele a harcrendszerbe, tehát ezek az arénák, amiket csináltak különböző pályarészek részlegek között, elképesztő, tehát megengedi azt, hogy végig gondold az útvonalat, végig gondold a mozgásodat, miközben harcolsz esetleg, tehát van időd reagálni dolgokra. A csata ugyanolyan gyors, tempós, a zene egyszerűen isteni. A zene, amit mellé nyomnak, és elképesztően csatákat lehet csinálni, amennyiben egy kis gyakorlatot szerzel a harcolás közben, és nem fogsz azon izélni, hogy van előszered, mert a lőszer hajlandó kifogyni. Na most, az, hogy lőszert kell néha vadászni, megakadályozza a játék tempóját, úgyhogy ez egy kicsit ilyen fura. Bassza meg, nincs lőszerem, pedig annyira benne voltam a gyilkolászásban annak a bossnak, de most el kell menjek, lefűrészeljek egy kis mabot, hogy újra lőszert szerezzek. Szóval nagyon-nagyon bele lehet futni ebbe. Viszont igen, tudom, most azt fogjátok mondani, hogy a nekró, ha tele van így perkekkel, be kell rakni a perkeket, és akkor nem lesz lőszer, és ez a baj. A Doom nem egy RPG játék. Tele tűzdelték RPG elemekkel, nem overcomplicated, de hogyha nehezebb szinten játszol, mint a normál és könnyű, ha nehezebb szinten játszol, akkor szinte elengedhetetlenek a perkek. És meg kell válogasni, hogy melyik perket. Fel kell boostod magad ahhoz, hogy igazi eséllyel indulj neki a geci nehéz szintnek. És ez nem feltétlenül tetszik a Doomban. Ez már nem csak arról szól, hogy mennyire tudsz jól parkürözni és célozni, hanem arról szól, hogy boostod fel magad, mert másképp nem nagyon van esélyed. A másik viszont, a nehézség, amit én pozitívumként fogadtam, az a precíz célzásnak a muszájsága. Minden eneminek lesz, majdnem mindennek, lesz érzékeny pontja, ugye? És az érzékeny pontot kénytelen vagy lőni, hogyha gyorsan, effektíven, és úgy akarsz még végezni az enemivel, hogy van lőszered. Mert ha nincs lőszered, akkor nem tudsz végezni vele, ezért kénytelen vagy érzékeny részt lőni. És ahhoz, hogy érzékeny részt tudj lőni a Doomban, elképesztően kell parkűrözzél, mert nem állhatsz meg egy helyben, mert insta halsz majd, hogy nem. Szóval nagyon
trükkösen van kitalálva. Mind ezek együtt hatása teszik fantasztikussá ezt a Doom-ot. Viszont mindezek együtt hatása az, ami egy olyan Doom font, aki arra számít, hogy itt dara lesz, darával, az eltántoríthat, mert fölösnek érzékeli azt a sok RPG elemet, én csak menni akarok és lőni. És ez bennem is benne van, nem a Doomba, én csak menni akarok és lőni. Úgyhogy ez egy érdekes váltás, de ha mindezt félreteszem, hogy én sok RPG játékkal játszok, és ha már hányok az RPG elemektől a játékokban, akkor kijön egy ilyen Doom az Isten szerelmére, hagyjatok már békén az RPG elemekkel ellátott játék Doommal, mert hogy kíváncsi rá, csak hadd menjek, azt lőjek és daráljak szörnyeket, és ha úgy tetszik, akkor csak egyetlen egy shotgunnal játszom végig a fegyvert, a játékot, ha úgy tetszik, akkor csak a rakétavetővel. De itt most már kénytelen vagy. És higgyetek el, meg fognak jelenni olyan videók, ilyen festránok, ilyen gyors körök, hogy az emberek úgy váltogatnak majd a fegyverek között, ahogy illik, és tudni fogják, hogy melyik démon hogyan, mire, merre felé, hány, hogyan érzékeny, hol érzékeny, mit kell lőni, és melyik fegyverrel is egyszerűen nagyon biztos, hogy lesznek erre, és látszik, hogy erre van kitalálva. Doomnak ezen múlik a újrajátszhatósága. És itt van az újrajátszhatósága a precizitáson és a finom mozgáson, a finom célzáson, a parkűrön, a pályaismereten. Sokszor-sokszor végigmész, meg fogod ismerni, és ha sokszor még végig úgy rajta, hogy még fel is vagy boostolva, ugye az sok RPG elemmel, amit ott eléd rak a játék, ha úgy mész végig és meg is tanulod, egyszerűen nagyon durva meneteket fogsz tudni menni, és ez ordít a játékról. És ez nagyon-nagyon jó ebben a Doomban. És itt ez egy nagyon jó újrajátszhatóság, hogy a maximalistáknak adtak valamit, amit meg lehet tanulni. És a Doom ettől jó. Ugye a 2016-os Doomban is voltak ilyen trial-ok, és hogy már is láttam egy-két videót, a srácok olyan elképesztő sebességgel értek el olyan magas pontokat, és itt most azon fog múlni, ezt még megspékelték azzal, váltogasd is a fegyvereket különböző enemy fajtákra, tanulj meg célozni érzékeny részekre, szóval nagyon durva. És ez a jó is, meg nem is, de mondtam, kétféle játékos lesz, én úgy érzem. Az egyik az, aki a hátuk közepére kívánja az RPG elemeket, mint például én. És a másik fajta játékos az, aki jól veszi az RPG elemeket és a mögötte rejlő mélységet, most itt macska körmözök ezerrel, hogyha úgy tetszik, tehát és értékelni fogja a csatározásnak a változatosságát és a fegyver használat változatosságát, a matematikát, ami mögötte van, hogy minden mob pont akkor spawnol, amikor neked szükséged van, és lesz, aki ezt nem fogja értékelni. Én egyes elemeket értékelek, de például nem nagyon szeretem azt, hogy az a mob, tudom, hogy azért spawnol, mert mindjárt kifagyok a lőszerből, és le kell menjek oda, és le kell fűrészeljem, és blablabla, fel kell töltsen az életemet, és ez nekem annyira nem hiányzik. Úgy érzed, hogy OP vagy, de mégse érzed úgy, hogy eléggé OP vagy, mert valami hiányzik a csatározásod közül, és ahogy haladsz a játékkal, idővel rájössz, hogy az hiányzik, hogy az RPG elemekkel foglalkoznod kell, ha tetszik, ha nem. Szóval, ez van. Végszó felé említsük meg egy kicsit a platformozást, ugrabugrálást, a Prince of Persia részt. Kinek tetszik, kinek nem. Na most a Doom 2016-ban ez ugye úgy volt megoldva, a két akció között egy lineáris folyosón végigmentél, ahol nem sok minden történt. Gyorsan oda akartál érni a következő akció szekvenciához, és két lineáris között nem sok minden történt. És akkor ebbe a Doomba létrehozták a platformozást, nesze ugrál, hülye gyerek. Gondolom azzal a céllal, hogy a két csatározás közötti részt némileg feldobják valamivel, ne csak egy úton kelljen végre menjél. Na most, én értem, hogy ezt akarták, de baszd meg! Némelyik akadálypálya, hogy így hívjam, akadályrész, ugrabugrálos rész, keci nehéz, hát mi van veled, ember? Szóval, bitch please! Hát nem az, hogy könnyed szórakoztatást ad, nem bazd meg, frusztrált leszel, mert már a barátnőm őt legalább 10-15-ször futott neki egy résznek, jó, nem profi gamer, érted? 10-15-ször futott neki egy résznek, mikor már megmondtad, hogy csináld meg. Odaülök, bazd meg, és 5-6-szor nekem is neki fel lehet futni. Megcsináljam a kibaszott parkűrözős részeket. Nem arra találták ki,
hogy ezt így könnyedén végigmenje, és egy laza, ugrabugrálós szórakozást nyújtson, aminek nincsen a komolyabb következménye, mondjuk nincs komolyabb következménye a frusztrációdat leszámítva. Szóval, úristen, tehát némelyik, túl nehezítették a Doomhoz, nem számítasz erre a Doomtól, érted? Nem számítasz erre a Doomtól, hogy van olyan rész, ahol így igen ki kell számolt, hogy hol double jumpoz és hol dashez, és mi van azokkal a részekkel, ahol van középen egy dash feltöltő, és még azon is gecire át kell menjél. És mi a franc történik a Doom-mal? Na most eleinte ez meglepett, és nagyon negatív szívvel fogadtam az egészet, de mostanra, már jó mélyen benne vagyok a játékban, már szórakoztatónak találom. És úgy gondolom, hogy egy pozitív kiadás a Doom mellé. Csak egyszerűen nagyon eltér a Doom-tól, nagyon eltér a Doom stílustól ez a dolog. Ja, és egyszer halljatok meg lávában. Halljatok meg lávában, meglátjátok a kis jelecskét, meg fogjátok látni, van itt egy kis easter egg. Halljatok meg lávában. Szóval... ez a játék jó. Csak nem az, amire számítasz a Doom-tól. Érted? Nem, egyáltalán nem az, amire számítasz a Doom-tól. És a legjobb benne, hogy ez a Doom, a legjobban emlékeztet a Doom 1-re és 2-re. A 2016-os Doom a Doom 3-ra emlékeztetett a hangulatával. Pörgősebb volt, a Doom 3 az horrorisztikusabb volt, de ez az arénáival, a környezetével, a kinézetével, mikor játszottam a Doom 1-2-vel, ilyennek képzeltem volna el, és azt hiszem a legjobban arra hajaz, hogy őszinte legyek. Mint hogyha azt upgrade-elték volna fel. Érdekes. Na de egy szó mint száz, nem az a Doom, amire számítasz. És hogyha elkezdesz vele játszani, és félreteszed mindazt, amit számítanál a Doomtól, akkor ez a játék megvásárlós. Ha úgy érzed, hogy neked nem illik bele a Doom világába ez, amit itt most kapunk, akkor ez a játék letöltendő lesz. Hogy melyik a tied, az te fogod eldönteni, de én meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit láttok. Letöltendő vagy megvásárló. Hashtag macskabugyi. Annak, aki eljutott a végére, annak a kommentjét fogom figyelembe venni, hogy letöltendő vagy megvásárlandó. Tehát azt rakjátok a végére, hashtag macskabugyi, és a válaszotokat letöltendő vagy megvásárló. Hogy én melyiket csináltam? Titok. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. A következő videókban fogok beszélni a Doom Guy történetéről, mert hogy most már van neki, a Doomnak története van, gyerekek. A Doomnak története van, és jó története van. És fogunk beszélni a Doom Guy eredetéről. És a másik következő videóban fogunk arról beszélni, hogy kik a legkeményebb videójáték karakterek, akik megmentették a világot. Na, de addig is nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!